Na jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! Még mielőtt itt belevágnék a videónak a sűrűjébe, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy egy nyereményjátékot szeretnék elindítani ebben a szent pillanatban, aminek keretein belül 3x10 000 sárkányérme kerül kisorsolásra a következő videómnak az elején. Hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy ebbe bekerüljetek, részt vegyetek, nagyon egyszerű, nyomjatok egy lájkot a videóra, iratkozzatok fel a Solaris YouTube csatornájára, és írjátok le kommentbe a fő karaktereteknek a nevét. Hogyha ez sikerült, akkor automatikusan benne vagytok a játékban, és a következő videónak az elején ki lesz sorsolva a 3 szerencsés nyertes. Na és hát térjünk át itt a mai videónak a lényegére, a képernyőn láthatjátok, hogy itt feszítünk a zodiákus kereskedő NPC közelében. Nem is akármilyen bitan karakterekkel, kérem szépen, itt túl vagyunk egy húsvéti eventen, és hát nagyon komolyat sikerült mennünk. Többes számot azt úgy értem egyébként, hogy a karaktereimmel, tehát egészen jókat tudtam haladni. Én igazából így bele is kezdenék a dolgoknak a lényegébe, hogy mit sikerült csinálni, mit sikerült alkotni, és közben megpróbálom a szóló Zodiránt letolni videóban. Úgyhogy ez lesz a mai videónak a fő témája. Úgyhogy penderítsük neki a dolgokat, aztán belekezdünk itt a dolgokban. Hát amit első körben lehet látni, hogy igencsak meglettem szintekkel áldva, bizony a fő karakterem elérte a 120-as szintet, ez annyira nem új info egyébként, azt hiszem már az előző videómban is említettem, viszont ugye abban a bizonyos videóban nekem voltak a fő karakteremre nézve ilyen terveim, céljaim, amiket itt szeretnék a következő időszakokban elérni, és ezekből sikerült 3-at szám szerint elérnem. És a 3 közül az egyik az értelemszerűen, hogy meglett a 120-as szint, tehát ez pipa, ez meg van csinálva, és egyébként emellett a surámat is kihúztam 120-ra, mert ugye ezt már egy korábbi videóban részleteztem, hogy úgy döntöttem, hogy mégis az lesz a második karakterem, a második fő karakterem. Úgyhogy a Vari, illetve a Sura kiment 120-ra, és az összes fillemet sikerült kihúzni 110-es szintre. Ennek köszönhetően én most itt tudok papíron nyers számokat nézve szóló Zodiránt tolni. Ami egy másik tervem volt, és azt mindenképpen szerettem volna megcsinálni, ugye meglett a 120-as szint, tehát tudok menni Melejre. Viszont Melejre a tűz ellenállás az, ami egy bitang dolog, és jó, hogyha van. Így hát kellett egy új sisakkosztit vásárolnom, per csinálnom, mert egyébként megvettem a kosztit, viszont én forgattam be, és egy egészen szép optot sikerült bele forgatni. Itt rákattintok a metinkőre, aztán mindjárt mutatom is nektek, hogy lássátok, hogy miről van szó. Ezért jó ez a sura egyébként, mert itt be tud nekem segíteni, önmagába fika, viszont azért mégis rá tud egy most jelen pillanatban 75 ezer sebzést küldeni a metinkövekre, és azért mégiscsak gyorsabban lemegy a Zodi. Úgyhogy a koszti az így néz ki. Ide teszem nektek, hogy rá tudják zoomolni, és egy picit átláthatóbb legyen. Szóval 3 főnök, 3 metin és 15 tűz ellenállás ment bele. Ez szerintem annyira szép lett, hogy nem igazán volt szívem elforgatni. Kaptunk egy jó kis mobos szintet, úgyhogy pörög a billentyűzet, kiszakad az ujjam, és a fieimet megtámadták a mobok, amiket most odébb csapkodok, és talán így rám fognak jönni. Úristen, mint hogyha speedeztem volna egyébként, esküszöm, olyan pörgés van rajtam, pedig nagyon nem, nagyon fáradt vagyok, és az a videó negyedjére kezd elkészülni egyébként. Eredeti terveim szerint csak előző héten nem lett volna videó, mármint előző előtti héten, mert ott nagyon kiégtem a húsvéti event alatt, az a helyzet, hogy nagyon sokat játszottam, és ott szerettem volna tartani egy hét pihit, ami meg is történt, és hát na, az elmúlt 4 napban körülbelül 4-szer próbáltam felvenni ezt a mai videót, amit itt most láthattok, viszont nem sikerült, volt olyan, hogy a technika ördöge szólt közbe, volt, hogy az idő beosztás nem úgy adta ki. A lényeg, hogy így most sajnos 2 hétig nem láthattatok videót, viszont új hét, új kezdet, most hétfő van, és már most előre szeretném ezt a videót megcsinálni, hogy pénteken láthassátok. Ja, úgyhogy egészen szépen sikerült itt elkalandozni az alapvető sztoritól, de ugye, hogy visszatérjek az eredeti témához, amiről beszéltem, tehát meglett a 120-as szint a fő karakteremnek, ez volt egy cél,
meglett a tűz ellenállásos sisakkoszti, ami egyébként annyira jól sikerült, hogy ezt fogom kb. Mindig használni, mert eddig nekem egy sima 3 boss, illetve 20 orkos volt, ezt majd átteszem valamelyik kisebb ütőkarakteremre, ott Jotunhoz jó lesz, de most már a fő karakteremen ez lesz az átlagos hajviselet, amit majd mindig fogok hordani, kivéve Zodiránon, mert ugye ide van nekem külön Zodis, így egy picit jobban lehet látni a bónuszokat, tehát itt nekem van külön Zodi ellen is sisakkosztém. Úgyhogy ezek voltak a fő dolgok. Amit még sikerült esetleg megcsinálni, és nem vagyok benne most biztos, hogy mondtam vagy mutattam nektek, az aurámat sikerült beforgatni. Összesen 7 vagy 8 forgatóból sikerült, kérlek szépen, a következő bónuszokat belevarázsolni. 5 főnök, 5 TP veszteség és 50 támadó érték. Van még mellette más is, de az igazából említésre sem méltó. Így sikerült. Én azt mondom, hogy ez tökéletes, ennél jobbat én nem szeretnék, mert úgy gondolom, hogy minden fontos bónusz benne van. Nyilván jó lenne, ha lenne még benne Metin elleni erő, meg mit tudom én, anyám kinja, de én ennek örülök, az a helyzet, úgyhogy jó lesz ez így. Ez most egyelőre így fog maradni. Én már önmagában a 25-ös aurának is nagyon örültem. Ez, hogy relatív átlagos forgatási mennyiség után belement az 5x3, ez nekem így tökéletes, úgyhogy ez nem az a tárgy, amit az ember 5x5-ig forgat, nyilván örül, hogyha belemegy valami csecsébb bónusz, de alapvetően ez nagyon költséges dolog, úgyhogy ezzel nem szórakázunk, ez így tökéletes lesz. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiket sikerült a harcosomon most megcsinálni. Hogy mi az, ami hátra van a fő karakteremen? Szerintem erről is ejthetünk néhány szót, mert ugye nagyon kevés dolog van most már hátra. Gyakorlatilag 45% átlagkárt kell belevarázsolni a Zodi palosomba. A bioszokat be kell fejezni, meg a 120-as cuccok vannak hátra, és nagyjából ennyi. Nyilván lehetne még ilyen elborult dolgokról beszélni, hogy kesztyűt csinálni, meg ilyenek, de ezek annyira late game contentek, hogy ezek még engem egyelőre nagyon nem fognak szerintem érinteni. Úgyhogy a harcossal így állunk. A surci, amivel időközben már erősebb lettem, mint a harcos ütő karakterem, hát ő úgy néz ki, hogy a vértje az sikerült plusz 9-re, a 105-ös szellemlámpás vért, az ki lett húzva neki plusz 9-re. Igazság szerint, most itt egyébként igyekszem azokat a felvételeket bevágni azokhoz a mondatokhoz, amik így nagyjából összeillenek, ez egy fura mondat volt, de szerintem tudjátok, hogy mire gondolok, tehát igyekszem az Odirán mellett úgy összevagdosni a hanganyagot, illetve a képanyagot, hogy nagyjából fedje egymást a dolog, tehát én itt elkezdtem a surámra a vértemet kihúzni, ugyanis most a surcival szeretném a Zodi vértet, illetve a Zodi fegyvert megcsinálni. A Zodi vért lenne talán most a legreálisabb dolog, mert megvan hozzá ugye most már a 105-ös vért plusz 9, kell 50 pontot szereznem, és akkor át is tudom húzni Zodi vértre. A Zodi vértnek a felhúzásához hát kb. Mindenem van. A cuccok jó része megvan hozzá, ami meg még hiányzik, azt vagy kiütöm, vagy megvásárolom, tehát azon nem fog sok minden múlni. Illetve, amíg az Odivért készül, mert ugye most még nincs meg az 50 pont, mindjárt mondom nektek az aktuális állást, jelenleg 26 Zodi pont van félretéve a surámon, ezzel a ránnal, hogyha lemegy egyébként szólóba, akkor lesz még rajta plusz 2 pont, tehát 28 pont lesz ennek a ránnak a végén, hogyha minden jól megy. Ha meg lesz az Odivért, azt kirántjuk plusz 9-re, mellette elkezdtem a Turmalin fülest is kihúzni a surámra, ami jelen pillanatban plusz 6-os, plusz 7-re egyetlen egyszer próbáltam meg eddig, nem erre szarv kell, ami eléggé, hogy mondjam, kellemetlen fejlesztőtárgy. Sajnos törte plusz 7-re, tehát most jelenleg így állunk, hogy plusz 6-os. És közben be is dobott minket a 13. szintre, aminek nagyon örülünk, ugyanis ezen a szinten ki fogjuk tudni venni 1000 darab obcseréért cserébe, micsoda szóismétlés, az odiákus bónusz forgatót, amire nagyon-nagyon nagy szükségünk van, ugyanis a surcira is szeretném kivenni az odi fegyvert, amiben kellene majd valami ütőképes átlagkárt varázsolni. Hát most jelenleg 106 darab zodiákus csere van a surán félretéve erre a projektre. Meglátjuk, hogy mit sikerül majd alkotni. Értelemszerűen majd azt is igyekszem felvenni, illetve utána valamelyik videóba megmutatni nektek.
Úgyhogy így állunk most a dologgal. Amit még egyébként ott a turmalinfüles környékén szerettem volna mondani, hogy itt az utóbbi hetekben azért történtek változások. Gondolok itt például arra, hogy nem kereskedhetőek most már a nagyobb szintű PVM felszerelések, például a turmalin nyakaskaros füles, ami, hát hogy mondjam, szerintem összességében hosszú távon a szerver piacára meg mindenre nézve egy jó döntés volt. Én úgy gondolom, hogy ennek a dolognak azért számos jó oldala van. Az egyik az az, hogy így azért picit aktívabb lesz a piac. Most volt egy olyan időszak, amikor tényleg alig vettek az embernek a boltjából. Így remélhetőleg a fejlesztő tárgyaknak a kipörgése az fel fog gyorsulni. Picit értéktelennek is éreztem egyébként én személy szerint a tárgyaknak az értékét. Ezzel, hogy ezek az ékszerek ugye nem kereskedhetőek, mindenki zárójelesen, vagy idézőjelesen így rá van kényszerítve arra, hogy kihúzza magának az ékszereket. Még jobban zárójelesebben megjegyezném azért, hogy szerintem eddig is sokkal jobban megérte azt, hogyha az ember kihúzza saját magának a turmalin ékszereket, de így most cserébe még a piac is egy picit jobban fog pörögni. Nyilván nézhetjük a negatív oldalát is, hogy nem lehet most már ezeket megvenni készen, de most, hogyha a saját példámból kiindulok, azért itt egy kezdőjátékos nem igazán szokott rendelkezni 500 milliárd yang értékekkel, meg ilyenekkel, amikből plusz 9-es turmákat tud venni, úgyhogy ha így a realitásnak a talaján maradunk, akkor ez igazából egy olyan fejlesztés, ami a piacnak jót tesz, és nagyjából így ennyi. Úgyhogy kiszedem az összes karakteremmel egyébként a Zodi bónusz forgatókat, most a fő karakteremen emiatt nem fogtok látni mozgást, de így beállok, és akkor így látjátok, hogy éppen melyik karakterrel szedem ki a bónuszokat. Úgyhogy alapvetően én azt mondom, hogy ez egy jó fejlesztés volt értelme, és hát most kezdődik nekem előről az a fajta szenvedés, amit már egyszer a harcosommal ugye átéltem, a turmáknak a kihúzása, de amióta 8 karizok egyébként, azóta tényleg sokkal könnyebben hozzá tudok jutni a nagyobb szintű fejlesztő tárgyakhoz, és emiatt nem is tűnik annyira lehetetlen küldetésnek a dolog, tehát összességében szerintem ez fullos, és mindenkit bátorítani tudok arra, illetve abba az irányba, hogy több karakterrel játszom, mert egy idő alatt többször tudja az ember magát, többszörösen tudja kiszedni a fejlesztőket, és sokkal jobban tud haladni. Na, úgy vagyunk, 13. szinten vagyunk, meglett mindegyik karakterre a zodiákus bónusz forgató kivétele, még azt ellenőrzöm, hogy a potik nem fognak elejárni esetleg, mert az egy elég kellemetlen dolog tud lenni, hogyha a Zodirán közepén a napelixír elfogy, vagy ilyenek. Tovább lépünk a következő szintre. Na és itt most már egy kis koncentrációt azért fogunk igényelni, hát fogunk kerülni a 14. szintre, itt ugye metinkövekkel fogunk találkozni. Szépen fogjuk a surcit, és segítünk a nagy karinak, a nagy ecskesnek, mert szüksége van rá, tolunk halakat is, hogy még gyorsabban tudjunk haladni. Ez mekkora szójáték volt egyébként. Tolunk halakat, hogy gyorsabban tudjunk haladni. Ez hatalmas, megzöldül az ember. Á, borzasztó, amúgy nagyon fáradt vagyok, az a helyzet. Ádám itt volt most a hétvégén, aztán nyomattuk a városozást, meg voltunk biciklizni, mászkáltunk reggeltől estig. Gyakorlatilag úgy, hogy sikerült azért egy elég produktív hétvégét zárni. Ádám is most egészen jól halad, a surciára segítettem neki kiúzni a vértet, mert volt rengeteg sok hidraszívem, illetve hidrapáncélom. Azok ugye a legdrágább fejlesztő tárgyak, amik kellenek a 105-ös vértnek a kihúzásához, de most már ő is szépen jönni fog zodiránozni, aztán hogyha neki is meg lesz a zodivért, akkor ő is könnyebben fog majd tudni haladni. Úgyhogy akármennyire is nem szeretik az emberek az Zodiránt, én se szeretem személy szerint, nekem most az elkövetkezendő hetek, vagy akár hónapok, az tényleg így a Zodirán körül fog forogni, mert hogyha meg is lesz a plusz 9-es fegyver, meg vért, akkor is rengeteg sok cserét kell kiszednem ahhoz, hogy egyrészt a Surán fegyverébe belemenjen egy normális átlagkár, illetve
hogy az én fegyverembe is, mármint a főkarakteremnek a fegyverébe is belemenjen a 45%, és ahhoz bizony már egy ütőképesebb sura kell, hogy Zodi 40-re fel tudjak menni. Hogyha már ütőképes leszek egyébként, és probléma nélkül tudok szólóba Zodi 40-ezni, akkor még egy Zodis videót mindenképpen szeretnék majd csinálni, amikor sok-sok idő elteltével én magam még egyszer bemutatom a Zodiránt. Egyszer már volt egy ilyen Zodirán, amikor a legeslegelső rára bementem. Abban a videóban sok olyan dolgot mondtam, amit nem feltétlenül úgy mondanék most már ennyi tapasztalattal mögöttem, ahogy, illetve vannak olyan dolgok, amik ott nem hangzottak el, viszont fontos információk lehetnek, úgyhogy még egy komplett Zodirános videó az mindenképpen fog készülni. Remélem, hogy még ebben az évadban. Illetve egy jó 15-ös mobos szint, nagyon boldogok vagyunk. Át is vesszük a mérgezős sisakunkat. Egy picit könnyebb lesz talán így, és nagyon bízom benne, hogy nem fog rámenni ott a fillekre, mert akkor igencsak morcos lennék, de úgy látszik, hogy talán megúsztuk. Hát igen, húsvéti event egyébként az úgy nézett ki, hogy volt körülbelül 70 milliárd gyangom, és kaptam egy nagyon jó ajánlatot az egyik ismerősömtől, hogy húsvéti totemet vehetnék tőle 40 milliárd gyangért. Nagyon elgondolkoztam rajta, de végül arra jöttem rá, hogy azt a pénzt inkább belépőkre költöm el, meg a surámnak a Zodi vértjének a kihúzására, mert annyi pénzből azért bőven sikerülhet, és hosszú távon az jobban előre vinné a karakteremet, mint hogyha most itt lenne egy totemem, ami ad némi bónuszt, ezek itt maradtak, úgyhogy őket is lecsapkodjuk. Gyertek ide, bátyusok! Azért leszek kíváncsi egyébként most erre a Zodirára, mert most viszont már nincsen a leltáramba a húsvéti eventes totem, ami ugye mobot, illetve TP-t is adott. Ami most nem hétköznapi és erősítheti a karakteremet, az a fegyverkosztümben, ez a prémium fegyverkosztüm bónusz, ez plusz 5% támadó értéket ad, ami sokat tud. Ne, itt is vannak még, tudtam én, hogy van még itt valami. Szóval ez a plusz 5% támadó érték, ez azért meg tudja picit boostolni az embert. Úgyhogy ez az, ami esetleg most dob egy picit a sebzésemen. Más az most nem, a szokásos petek vannak itt. Nálam be vagyok kohózva is, emlékeim szerint. Igen, azok is megvannak. Hát most ami extra esetleg, hogy toltam halakat, meg 10-es kristály van rajtam, de nagyjából ennyi. Más extra dolog az most nincs a karakteremen. Gyönyörű szépen kiütöttem onnan a mobokat. Ez egy pacsit megér, vagy kettőt is akár. Na, most már menjünk tovább. Hangrendszer egyébként bedobni 20-ra, egy bosszos 20. szintre. Ó, ez 19-es mobos lesz. Jaj, Rozi! De ezek amúgy gyorsan leszoktak menni. Ezek a szintek, csak ne legyen sok az íjász, de ahogy nézem, ez nem vészes, úgyhogy ez talán, mintha le fog menni. És ilyenkor mobos szinteken egyébként a surával se szoktam segíteni, mert ha esetleg gond van, akkor nagyon nehéz két kliens között átmászkálni, ugye most még annyira nem erős azért a sura, meg néha, hogyha nem figyelek oda, azért a varit is le tudják ütni ilyen nagyobb szinteken. De alapvetően, hogyha nem egyesével haladunk a ránon, és nem sok ijász jön le, akkor egyedül azért leszokott venni az Zodi. Nem ez az első szóló Zodi ránom egyébként, azt hiszem eddig talán, hát nem is tudom, nem tudom, mennyit mentem. Hát amennyi pont van a surámon. 26 pont van rajta. És abból vannak ugye olyan pontok is, amik hétvégén készültek, illetve kerültek rá, ugye amikor dupla pont van. Mindegy, nem megsatszolni se tudom egyébként, hogy hány ránt nyomtam. Nem olyan sokat. De azért picit reménykedtem benne, hogy még egyszer fog sikerülni a szóló. Egy videó keretein belül is, és az a helyzet, az a büdös nagy helyzet, hogy az a legenda járja egyébként, hogy ha megvan a Zodi fegyver plusz 9-ed, a Zodi vért plusz 9-ed, illetve a Zodi talizmán plusz 9-ed, mármint plusz 50-ed, bocsánat, hülyeséget beszélek,
hogy akkor már le tud menni egyedül egy Zodirán, csak mondjuk 80% esélye, szóval vannak olyan ránok, amikor azért ki tud szivatni a rendszer. Hát igen, ez a zodiákus talizmán kihúzás egyébként, ez egy nagyon-nagyon stresszes és fájó pontja volt eddig nekem a játékban. Tehát ezzel valami borzasztó sokat kellett szenvedni, mire ez kiment plusz 50-re. Olyan fejlesztő tárgyak kellenek, amik fel vannak normál karaktereken halmozva, de hogyha mondjuk 6-szor betöri egymás után, akkor megveheted mappedjen. Gondolok itt például a fehér, kék, illetve a vörös gyöngyre, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy abból is volt nekem rengeteg sok, de tényleg baromi sokszor, azt hiszem valami 10 nem tudom hányszor betörte az egyik szinten, és az összes elment, és akkor tudod, amikor így gyöngyöket keresel mappedjen, az nagyon, nagyon jellegzetes érzés volt, és fú, na mindegy, és az a baj, basszus, ezt még meg kell csinálni a surára is még egyszer. Úgyhogy jó kör lesz. Lélekben már kezdem készíteni magam erre a projektre, de hála Istennek ez még hátrébb van. Úgyhogy most még először a Zodi vért, illetve a fegyver fog majd elkészülni a surára, meg a turmák, aztán majd utána ráérek ilyenekkel foglalkozni. Hát, skacok! Úgy látszik, hogy sikerült eljutnunk a 20. szintre, nem akarom nagyon elkiabálni a dolgot, de 2 darab mob van hátra, tehát valószínűleg ez most már le fog menni ismét. Úgyhogy ha ezt a 2 szörnyecskét leütöttem, kivéve hogyha van súnyiba valahol. Még néhány darab. De optimális esetben ezeket, hogyha megöltem, akkor utána vége is van az Zodiránnak, és sikeres hadjáratról beszélhetünk. Hát azért az Zodiránban lesz pénz egyébként, de majd akkor, hogyha 40-ig tudom tolni. Most, amíg a 20-as szintig tudom csinálni, addig annyi a bevétel belőle karakterenként, hogy 2 darab zodiákus bónuszforgató, illetve 2 darab pont. Ami úgy néz ki, hogyha most a mocskos matekról szeretnénk számolni, ugye egy karakterre a kiadás egy 20-ig tartó Zodiránon, ugye 2 darab belépő, az egyik belépő, amivel bemész, a másik belépő, amiért megkapod a dupla pontot, illetve összesen 2000 darab obcsere. Hogyha ezeket összeadjuk, ez egy 800 millás kiadás. Cserébe, ami viszont a bevétel, az önmagában a 2 darab zodi csere, kerekítsünk, az mondjuk 600 milla, illetve mondjuk a 2 zodi pont, amiből tegyük fel zodi ládát váltunk ki, az 1 milliárd, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 1,6 milliárdot kihozunk karakterenként, amiből, hogyha levonjuk a kiadásokat, akkor az 800 millát jelent. Tehát egy darab Zodiránon, hogyha 8 karakterrel vagyunk, akkor ki tudunk hozni 8-szor 800 millát, hogyha jól számolok. De úgy gondolom, hogy igen. Hát ugye a kiadás az 800 milla, a bevétel az 1,6 milliárd, akárhogy nézem, duplázzuk a dolgot, úgyhogy nagyon megérős a dolog, és itt még csak 20-ig mentünk, tehát nem is 40-ig, úgyhogy mocskos pénzek vannak egyébként ebbe a Zodi rámba. Miután majd ugye a Zodi cuccok elkészülnek, és már nem kell Zodi cserét félre rakosgatnom az átlagkárokhoz, akkor már azért jóval több pénzt fog jönni a konyhára, addig pedig ezeket az átmeneti időszakokat megpróbáljuk átvészelni. Úgyhogy skacok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el, aki szeretne részt venni a nyereményjátékban, nyomjon egy lájkot a videóra, kommentbe várom a fő karakterek nevét, illetve iratkozzatok fel a Solaris YouTube csatornájára, sorsolás a következő videónak lesz az elején, és a nyeremény a tét 3x10 000 sárkányérme. Úgyhogy mindenkinek sok szerencsét szeretnék kívánni, találkozunk a következő videóban, és legyetek jók, jó játékot, sziasztok! A few moments later. És erre nem esik egy nem erre szarv egyébként? Pont a videó után? Ezt úgy átteszem egyébként most a surámra, és megpróbálom felhúzni a turmafülesemet plusz 7-re, mint a büdös szar. Vágjátok? Ezt itt most át is boltonom szépen a surcímnak. Szépen fogjuk és a bariról átadjuk azokat a fejlesztő cuccokat, amik mindenképpen szükségesek a turmának a húzásához. És ugye itt már van plusz 2%-unk, ugye egyszer már törte plusz 7-re,
Úgyhogy meglátjuk, megpróbáljuk még egyszer. Hát, ha kimegy most. És kimegy plusz 7-re! Erről van nagyban szó, kérem szépen! Hát ezek meg már fika cuccok innentől kezdve, ezeket szépen kiszedjük. Hidráról. Megvan a plusz 7-es turma füles a surára is. Köszönöm szépen, mára úgy látszik, ennyi lesz a játék, a csúcson kell abba hagyni. Jók lehetek, sziasztok! I do this for my homies, still serving they state sentence. Who don't take questions and leave without a name mentioned. My man got 18, we begged him to take 7. Got a job inside the chow hall and learned to make weapons. My bro opened up about his murder to other inmates.